Nők a kult mögött. Írta Jaroszláv Dietl. Tizenegyedik rész, november. Olinka esküvője. Vigyázz ezekre a tárcákra, mert szükségem lesz rájuk. Minek kell az neked? A kóstolóhoz azoknak, akiket nem hívok meg az esküvőmre. Mennyi kóstolót készítesz te? Csak a kikosarazott kérőim hányan vannak. Na persze, igazad van, róluk megfeledkeztem. Tudod, hogy megszólnának a lányok, ha semmit nem hoznék nekik. Az igaz, hogy Mlinár Zsuvá is megszól, de le van ejtve. Hova viszed ezt? Viszem a papírtárcákat. Azt látom, hogy papírtárcákat viszel. Ennyi megmaradt nekünk a csemegénél, és nem akarom, hogy a lányok széthordják. Az öltözőbe viszed? Szalámi szendvicset akarunk rárakni. De ha úgy gondolja, bevieti magukhoz az irodába is. Te megzavarodtál. Meg se tudunk ott mozdulni, és akkor még vigyem be a papírtárcákat. Jó éjszakát kívánok. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát kívánok. Már nem tudunk semmit adni, most zárunk. Engem ez nem zavar, tudnélik, nem akarok semmit venni. Akkor mivel szolgálhatok? Magánügyben, szoros kapcsolatom van ugyanis, egészen szoros kapcsolatom van Skarapeszová kisasszonnyal. Ó, na hát akkor jöjjön. Le vagyok kötelezve. Madame? Jó napot. Jó napot. Ez a csemege osztály. Igen. Parancsol valamit? Úgy tudom, egy ismerősöm itt csillog. Olina Skarapeszová kisasszony. Azonnal szólok neki. Nem kell szólni, már itt vagyok. Szervusz. Szervusz, Frani. Akkor mehetünk? Igen, már kész vagyok. Ani, az ő neve Frani. A kolléganőmet Holubovának hívják. Nagyon örülök. Ellenkezőleg. Én örülök nagyon. Nem akarsz valamit megkóstolni? Én? Minek? Mindenkinek a legjobbakat. Szervusz. Szervusz. Viszlát. Hát először is nem vagyok éhes, másodszor mire valók ezek a holmik? Maga soha nem vásárol semmi ilyesmit? Soha. Ha éhes vagyok, eszem egy darab húst, kenyeret, ha szomjas vagyok, tejet iszom. Frani ilyen különc, azt mondja, hogy a természet fia. Na, megyünk vagy nem megyünk? Már mondtam, hogy kész vagyok. Várj meg odakint, azonnal megyek, jó? Siess. Sietek. Viszontlátásra. Viszlát. Örültem a szerencsének. Mit szólsz, milyen ez a srác? Érdekes fiú, vitathatatlan. Könnyű életed nem lesz mellette. Mellette? Hogy mellette? Eddig úgy tudtam, hogy hozzámész feleségül, és az ilyenek nehezen alkalmazkodnak. Nem ő hozzá megyek feleségül. Én Jaromírhoz megyek. Akkor ő mit keresett nálad? Hát csak nem hagyhattam ki. Most ismertem meg, de nem komoly. És hogy nem sokára férjhez megyek, arról sejtelme sincs. Vigyázz erre nagyon, Anni. Nagyon merész mennyasszony vagy te, nagyon merész. Ilyen sráccal már soha az életben nem találkozom, nem érted? Mai műsorunkat befejeztük. Minden kedves nézőnknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Mihala, neked már rég aludnod kéne, 10:30 van. Mit gondoltok? Lehetnék bemondónő a televízióban? Biztosan. Csak aztán ügyesebb legyél, mint ezek a mostaniak. Jobb lennék, azt hiszem. Ma délelőtt kipróbáltam, és egyetlen egyszer se tévesztettem el. Én azt mondom, hogy te most még a tanulásra figyelj. Egy bemondónő nem lehet tudatlan vagy faragatlan. Műveltnek kell lennie. Nem olyan nagyon. Nekik csak azt kell felolvasni, ami egy papírra le van írva. Így van. A legfontosabb az, hogy sajátos varázsa legyen neki. A közönség nagyon is észreveszi, hogy van-e a bemondónőnek valami a fejében, vagy nincs. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Aludj jól. Te még nem mész aludni? Várok egy kicsit, míg elalszik. Miért? Ne vegye észre, hogy nem vagyunk együtt. Anya! Mi az? Thank you.
Most már mehetsz. Nem maradhatnék itt veled. Nem lehet. Ne haragudj, de nem szeretném. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Szervusz! Szervusz! Nem is tudja elképzelni, hogy milyen jól áll magának egy ilyen kis unoka. Igen, de nem is az unokám tulajdonképpen. Tudom. De láttam, hogy játszik vele. Senki nem mondaná meg, hogy még nem nagypapa. Nekem is ugyanaz az érzésem van. Ugye nem hitte volna, hogy ezek a gyerekek azt csinálnak az emberből, amit akarnak. Én már rég tudom. Jól van, legyen, ahogy te akarod, de aztán te fogsz sírni, jegyezd meg, jó lenén! Jó napot! Jó napot! Szervusz, anya, örülök, hogy mégiscsak eljöttél. Tessék, véletlenül erre jártam. Köszönöm. Ez micsoda? Csak egy pár apróság a gyerekeknek. Elteszem, jó lesz a fa alá. Hadd csak oda nekik nyugodtan. Karácsony még soká lesz. Addig még találkozunk, nem? Habár felőled hónapok is elmúlhatnak, te nem hívsz fel. Pedig nem törne le a kezed, ne félj. Ne haragudj, azt se tudom, hol áll a fejem. Meg aztán... nálunk nem történt semmi. A többit meg már úgy is tudod. Miért gondolod, hogy tudom? Egyáltalán nem tudom. Hiszen nekem nem mondtál el semmit. Például mit nem? Mit például? Például azt, hogy most hogy éltek itt? Te is látod, teljesen normálisan. Ezek szerint Karelnak is megmondtad? Uh-huh. És mit szólt? Várjál, mit is kerestem. Bár tudomásul vette. Na ne haragudj, de ne beszélj velem ilyen hivatalosan. Mit szólt hozzá? Elfogadta és kész. Nem tépkedte a haját, nem ugrott a gyors vonat elé. Nem folytott meg. Tudomásul vette. Na várjál. Megértett, hogy vége? Hogy te véglegesen elhatároztad magad? Megértette. És meg se próbált, hogy lebeszéljen róla? Nem. És nem is keresett azóta egyszer se? Nem. És te valóban nem is reménykedsz benne, hogy egyszer még megkeres? Nem reménykedem. Vigyázz egy kicsit. Szóval teljesen nyugodtan zajlott le minden. Tökéletesen. És itt is minden tökéletes. Tökéletes. Teljesen normális és nyugodt. Normális és nyugodt. Pardon, Ani, le kell mennem a postára. Nincs szükséged semmire? Nincs szükségem semmire. Szervusz. Szervusz. Viszontlátásra. Viszontlátásra. És ezzel mi van? Rendesen viselkedik? Igen. Csak még nem tudjuk, hogy meddig, igaz? Szervusz, nagymama, mit hoztál? Petya, nem szégyeled magad. Köteles a nagymama neked mindig ajándékot hozni. Te mikor vittél neki valamit? Majd viszed neki valamit, ha nagypapa leszed. Jó. Nézzük. Na, mit szólsz hozzá? Szép, ugye? Szép. Rágó gumit nem hoztál? Nem hoztam. De én úgy is tudom, hogy itt van valahol a táskádban. Nem viszed onnan a praclid? Te kis kíváncsi. Azt nem szabad. Hoztam, de csak akkor kapod meg, ha szépek a füzeteid. Ha egész héten nem kaptál rossz jegyet, és megmutatod, hogy a szobádban rendet raktál-e. Rendet raktam, de a apa mindent széthagyott, arról én nem tehetem. Várj egy percet, Petya, mindjárt visszajövök.
van ott a gyerekszobájában? Mi lenne? Az a heverő. Mit keres ott az a heverő? Mit keresne ott? Azon alszik a gyerek apja. Hát nem a te szobádban alszik? Nem, nem ott alszik. Nem ott alszik. Jól hallottad, nem alszik velem. Nem kell lesz neki? Ő nem kell nekem. És ezt nevezette normális életnek? Anya, nem tudnánk valami más témáról beszélgetni? Megint van valakije, igaz? Én nem tudom. De inkább van neki, vagy inkább nincsen? Anyám, az Istenért mondd meg, mit akarsz. Azt akarom, hogy ne legyél olyan ostoba, hogy ne lásd meg, ami kiszórja a szemedet. Az orrodnál fog a vezetnek. Akkor sem tudok mást tenni. Én mást megoldást nem tudok. Na és mi lesz a pezsgővel? Hogy nem megfeledkeztünk a pezsgőről? Melyik fajtából? Mindegyikből, ami csak van, 30 üveggel, tessék. Mennyivel? 30 üveg nem elég. Miért? 30 embert hívtuk meg, és mi lesz, ha mindenki hoz magával még? Jó, akkor 50-nel. Igen, 50 üveggel, tessék. Nekem az semmi, én szívesen odaadom. Ki fizeti ezt ki maguknak? A szüleik? Hogy is ne. Csak azt hiányozna, egy életen át hallgatnám, mennyi pénzt adtak ki. A mi esküvünk, nekünk kell fizetni. De mennyibe van ez? Rágondolni sem merek. Hát aki nem meri elkölteni a pénzt, annak jobb, ha nem is adnak, nem igaz? A többit majd kartonokban adom. Köszönöm. Esküvője egyszer van csak az embernek az életében, hadd legyen meg minden. Adjon még hozzá vagy 30 zacskó sorsodat. Igen, 30 zacskót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm. Adjak, nem is lesz ez olyan sok. Elfér ez itt még, hát. Jó. Szervusz, Oli. Szervusz. Egy csemege vajat kérek? Igen. Jó vásárt csináltál ma. Az biztos. Hát volt itt egy olyan pár, a lélegzetem is elállt tőlük. Azt hittem, nincs olyan ember, akitől neked eláll a lélegzeted. Azt mondták, holnap lesz az esküvőjük, és annyi volt a dohányuk, hogy én csak néztem. Egy tábla keserű csokoládét. De neked a fényesnél is fényesebb esküvőd lesz, vagy nem? Hát igen, az más. Parancsoljon. Köszönöm. Ani. Tudod, mire akarlak megkérni? Még nem. Gyere el az esküvőmre. Ugyan? Hogy jutott az eszedbe? Megkérlek, szeretném, ha eljönnél. Jó lenne, ha mindent megfigyelnél. És aztán megmondanád, hogy marhaságot csináltam meg, vagy nem. Hogy megmondjam, kellett-e neked ezt a házasságot megkötni, vagy sem? Nem, nem azt akarom, hogy utólag megmond a véleményedet, hanem... Tudod, nagyon egyedül fogom magam érezni ott. Nekem az kéne, hogy legalább egyetlen értelmes ember legyen velem. Az én családomban mindenki olyan lehetetlen, tompa agyú. És Jaromír családja is olyan. És én lennék az az értelmes ember? Hát persze. Hát, ahogy elnézem a saját életemet, azt kell mondanom, hogy észdolgában nem állok valami fényesen. Szolgálhatok valamivel? Nem, köszönöm. Andulka, nekem ez borzasztóan fontos. Hozd magaddal a férjedet, vagy a kisfiadat, a lányodat, mindegy. Csak gyere el, nagyon kérlek. Mi halálval tényleg elmehetnénk? Azt mondod, szép lesz. Őt érdekelné? Na látod, ugye eladó lányod van, az csak tanulhat belőle. Szombaton lesz, délelőtt 9:30 az óvárosi tanácsházán. Majd meglátod azt az elképesztő rokonságot. A Forsyth szága hozzánk képest érdektelen hangyaboly. Oli. Tessék. Nem láttad az utóbbi időben? Kicsodát? Karelt, ugye? Nem járt erre. Amíg én voltam itt, nem. Te nálad se volt? Úgy látszik, hogy elkerül bennünket. Elkerül bennünket. Jó, szombaton 9:30 ott leszek. Társasági öltözetben? Szombaton nem érek rá. Szavaló verseny lesz, és nem csak a versenyen veszek részt, hanem azt ígértem, hogy a rendezésben is segítek. Muszáj lesz apával menned. Parancsolj! Anyu, én elmegyek veled az esküvőre. Eljössz? Dusánnak megígérted, hogy elmentek a kutya kiállításra. Az igaz. Hát akkor inkább a kutyák. Hát mit csináljunk? Elmegyek egyedül. Te sem akarsz jönni? Egyedül nem mehetsz. Még azt hinnék, hogy elváltál, vagy özvegyasszony vagy. Na, jól van. Ani! Oh, szörnyű!
Nem késtem el, de olyan tömeg volt körülötted, hogy nem fértem oda. Oli, szívből kívánok neked sok boldogságot és minden jót, és ezerszer nyugodtabb házasságot, mint amilyen az enyém volt. Köszönöm. És mit szólsz ezekhez? A család a család. Nem túl öreg hozzám? Ez az, ami nem számít. Attól félek, hogy nem jó vezető. Az a fő, hogy én viszont jó vezető vagyok. Autóval jöttek? Persze, hogy azzal. Akkor gyertek a konvoj után. Tudod mit? Engedj el, itt szép csöndben elbúcsúzunk egymástól. Eszedbe ne jusson! Szükségem lesz rád. Mutatkozzatok be. Jó napot! Gratulálok! Köszönöm. Hadd mutassam be neked Annát. Ha valami gondod lesz az életben, csak ő hozzáfordulj. Ő elintézi neked. Ez a legjobb tanács, amit az utóbbi 10 évben kaptam. Csak nem biztos, hogy használható amit is. Amit Olinka mond, az úgy van. Induljunk. Jöjjenek maguk is utána. Várjatok! Nem csináltathatnék itt még egy pár fényképet. Attól félek, a fotósok az egészet összecsapták. Azelőtt főpincér volt az Esplanádban, most átvette a pályaudvarral szemközti kis vendéglőt. Virslit, kávét és sört árul, és ezzel 4-szer annyit keres, mint azelőtt. Ezt állítja ő. És? Nézd csak hátra, az ott mögötted. Ő a mi Mátyicskánk. Zöldségüzletben volt. Ő a klassz kislány. Igaz, hogy kapott 8 hónap felfüggesztettet. Valami apróság miatt paradicsommal üzérkedett. Nagyon rendes család. És Amarra, arra, ő a Bicsenda nagybácsink. Diszpécser, a teherforgalmat irányítja. Ő az, akivel minden sofőr meg tud egyezni, úgy, hogy jól járjon. És ott mögötted? Nézd csak oda! El is ájulok. Frani értem jött. Ez a végzet. Nem is az a legkülönösebb, hogy a madár nem téved, hogy eltalál akár 1000 kilométerrel távolabbi helyre, hanem sokkal inkább az, hogy az útját előre kiszámítja, és összehangolja az időjárással. Jó napot! Ha volna olyan kedves, ide akarok telepedni. Ez Franco. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Van valami kívánsága, úram? Nyugalom, papa. Szervusz, Oli. Szervusz, Frali. Mit csinálsz te itt? Amint látod, egy kicsit férhez megyek. Már észrevettem. Hogy nem hívtál meg? Úgy gondoltam, hogy nem lelkesedsz az ilyesmiért. Ez a pontos tényállás. Nem kell semmi, anyuka, ezt Olina majd elintézi maga. Nézze, kedves uram! Král!
Ez volna a nevem. Kedves král úr, mit keres maga itt? Hát, kóstolgatok, és önnel beszélgetek, anyuka. És van itt valami dolga? Szilárdan remélem, anyuka. Megkérem, hogy ne reménykedjen. Azon kívül csodálkozom, hogy ilyen ruhába merészel esküvőre jönni. Végtelenül sajnálom, asszonyom. De ez a ruházat ki van mosva és tiszta. Tegnap megstoppoltam rajta minden kis lyukacskát, és így jöttem el. Velem ne akarjon viccelődni, azért már túl öreg vagyok. Mi gürcölünk és küszködünk, hogy a gyermekünknek ünnepélyes esküvőt rendezhessünk. Magának sejtelme sincs olyan, hogy mibe kerül akárcsak egy ilyen rongy, mint ez itt. Ezek csak tárgyak. És mit kellett szenvednünk, amíg ezt a házat összehoztuk? Minden zsák cementet úgy kapartunk össze, minden követ, minden ajtót és ablakot. De ezek tárgyak, mondom, hogy tárgyak. Ha körülnézek itt mindenütt azt a pénzt látom, amire annyit dolgoztunk, és azt a rengeteg munkát, amit beleöltünk, és nem engedhetjük meg, hogy maga lesz olyan. Asszonyom, maga valóban semmi egyébre nem képes. Csak dicsekedni a tárgyaival. Érti ezt valaki? Mit akar ez folyton a tárgyakkal? Oli, szervusz. Ne hívj engem ide többet. Szaladj, fiam! Menj utána! Minek mennék? Hagyod, hogy csak így megúszza. Ugyan, minden a legjobban történt. Ennél jobban nem is történhetett volna. Erre a szégyenre azt mondod, hogy a legjobban történt. Szociológiai értelemben semmi különbség nincs köztünk. A társadalomnak ő is olyan terméke, mint te vagy én vagy Olinka, tehát meg kell értenünk. Ne hasonlítgass össze engem egy ilyennel. És jegyezd meg jól, ha ez a házasság nem sikerül, azt magadnak köszönheted. Én megmondtam előre, hogy nem lesz jó. Furcsa eset. Veled érzek, fiam, nem lesz könnyű életed. Soha életemben nem láttam ilyen vakmerő srácot. Ő az a szvátja, akiről annyit meséltél nekem? Nem, ez nem szvátja volt. Örülök, szép tőled, hogy mindenről beszámolsz. Lekérhetem a hölgyet, apa? Ó, neked átengedem, fiam. Köszönöm, asszonyom. Én is köszönöm. Egészségére. Kitalálja, miért akarok magával beszélni? Sejtelmem sincs róla. Pedig igazán könnyű kitalálni. Keresem azt az embert, aki egyetért az előbbi viselkedésemben. Én Olinkát annyira szeretem, hogy egyetértek magával mindenben. Feltétlenül? Feltétlenül. Nem is tudja, hogy örülök neki. Aki Olinát megérti, az megért engem is. Hiába, ha nem szégyellnék, adnék egy puszit. Megengedem, barátok is szabad. Az én Jaromírom elcsábított. Mekkora boldogság ez. Szeressétek egymást, gyerekek. Körülnézek, merre szórakozik az én kísérőm. És sofőröm.
Haza akarsz menni? Igen, de ha te nem akarsz, szívesen megyek. Igen, megyek veled, ez csak természetes. Ahogy akarod. Egész este nem ittál semmit? Egy keveset, az nem számít. Ne haragudj, de én inkább gyalog megyek. Mi történt magával? Semmi. Nem történt semmi. Eddig 25 évet éltem, és nem értem el semmit. A szemüveget választotta. A professzori címmel. Na, milyen volt? Szép volt. Majd elmesélem. Én nyertem meg a szavaló versenyt. Híres lettem, még a rádió is bemondta. Gratulálok. Aludjál. Te most televíziót akarsz itt nézni? A délelőtti atlétikai verseny ismétlése lesz. Köszönöm szépen. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Nem akarsz véletlenül valamit megkérdezni? Mit kéne tőled megkérdeznem? Megláttál valakivel a teraszon. Ez nem tartozik rám. De igenis, éppen te rád tartozik. Ezt már igazán nem értem. Hát akkor majd megmagyarázom. Nem hajtod megérteni, hogy elegem van ebből a megalázó helyzetből. Azt hiszed, én fából vagyok? Akkor miért nem mondtad meg egyenesen, hogy menjek el? Elmentem volna. Hiszen pontosan ezt mondtam. Igen, de én valamiért mégis azt reméltem, hogy mi élhetünk együtt. Sőt, mi több, én ostoba, még féltékenységet akartam benned ébreszteni. Féltékenységet bennem? Igen, de nem sikerült fölébresztenem. Sajnos nem. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó reggelt, én már föl is ébredtem. Mihala, miért nem alszol? Az
azért, mert várom családi körben is a viharos ünneplést. Gratulálhattok! A magam részéről viharosan gratulálok. Meséld el részletesen, hogy mi történt, és addig mi ketten, a mamád meg én, ki gondoljuk, milyen ajándéknak örülnél a legjobban. Volt lámpalázad? Egy csöp se. És ami az ajándékot illeti, azzal ne legyen problémátok, mert én már tudom is, hogy mit szeretnék. Micsoda gyorsaság! Visszautasítom a pulóvert, a sícipőt, az új nadrágot, mert azt kérnem se kell tőletek, úgyis mindig megkapom. Ezt jól kitaláltad. Én rengeteget tanultam, hogy megnyerhessem ezt a versenyt, és nem pénzért csináltam, semmi jutalmat nem várhattam érte. A ti ajándékotoknak is ilyennek kell lennie, ami nem pénzért kapható, hanem szimbolikus. És egy életre szól. Mindjárt kiukad az oldalunk. Pedig ez borzasztó egyszerű. Rendezzetek nekem egy esküvőt. Micsoda? Már férhez akarsz menni? Nem akarok férhez menni. A saját esküvőtöket tartsátok meg. Nem értem. A saját esküvőnket? Hiszen elváltatok, igaz? És én, mint tanú, szeretnék jelen lenni ezen az új és sorrendben a második esküvőtökön. Hiszen tudjátok, dicséretet kaptam a novella pályázaton. Az év legnagyobb élménye volt a címe, és nekem azért sikerült, mert titeket írtalak meg, hogy újra összekerültetek. Mihala, te rólunk írtál? Rólunk kettőnkről? Rólatok. Nem helyes. Ezek a mi belső családi ügyeink, nem tartoznak senkire. Öregek vagytok. Takargatni mindent, ugye? Mi fiatalok szeretünk nyíltak lenni mindenben. Így mindent meg tudunk oldani. Megértjük, és ez a legtermészetesebb, hogy egyáltalán nem haragszunk rád, hogy megírtad. Bár a magánügyünk, de te... nem érted ezt. Nem olyan egyszerű. Ez a ti formátok. Mindent olyan bonyolultnak látni, komplikálni. Én viszont azt gondolom, hogy ez szörnyen egyszerű. Történt valami köztetek? Történt. Megbocsátottatok, el van felejtve, kész. Most tudni akarom, hogy mikor lesz az esküvőtök, és végeztünk. Kislányom, mi édesanyáddal még nem döntöttünk. Mind a ketten nagyon érzékenyek vagyunk, neked igazad van, de mi nehezen tudunk erről beszélni, és szeretnénk még egy ideig gondolkodni. Egy ideig gondolkodni? Még 24 óráig, megfelel? Én úgy gondolom, hogy 48 óra kell. Hát jól van. Legyen 48. De nem lehet egy perccel se több. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Nagyon köszönöm. Igazán nincs mit. Tulajdonképpen esetleg a gyerekek miatt formálisan meg lehetne csinálni. Formálisan? Az azt jelenti, hogy legyünk úgy, mint most, igaz? Hát ebben ne számíts rám. Ezt egy kutyával megteheted, egy jelet teszel a nyakába, és akkor a tiéd. Jó napot mindenkinek, meghoztuk az almát. Milyen az alma? Szépet hoztak? De még miért? Olyan, mint a kézigának. Nézze csak meg! De ne ilyen durván! Mit gondol, kislány, mikor végeznénk, ha úgy bánnék vele, mint a porcelánnal? Főnök! Mi van? Ez egészen más. Hát miért nem szólt hamarabb? Köszönöm. Akkor tegye ki nekem a pultra. A főnök azt mondta, hogy hátra. Tudja is ő, a pultra. Rendben, ahogy a nagyságos kisasszony mondja, a maga kívánsága parancs. Jaj, de gyönyörű. Megint szép almánk van. Szép. Azt az ütődőtet úgyse veszi a kutya sem. Hova viszi ezt? Ahová mondták nekem, oda viszont. Én világosan megmondtam, hátul marad az alma. Hát engem aztán ne ugráltassanak. Van itt egy rahedli főnök, és küldögetnek ide-oda. Én ugye nem fogok itt kóvályogni. Jézsinka?
Mindenki a maga feje után megy. Kérem. Ha én egyszer azt mondom, hogy az alma hátul marad, akkor az alma hátul marad. És tudom, mit miért mondok. De én csak a pultra akartam tenni, hogy... Ezt az almát majd akkor áruljuk, ha a másikat eladtuk, világosan mondom? Na igen, de addigra ez már nem lesz olyan szép. Az viszont jó lenne, ha a régit egyáltalán nem tudnánk eladni, ugye? Én csak azt szerettem volna, hogy az emberek lássák, hogy nálunk mindig szép almát kapnak. Megmondtam, mi a dolgod. Én úgy szeretném, hogy az emberek mi hozzánk szívesen járjanak. Fölösleges igyekezet. Így is úgy is ide járnak, mert nincs más üzlet a közelben. Ha a réginek leengedné az árát, akkor még az új mellett is nyugodtan el tudná adni. Igen. Magát kikérte rá, hogy beleavatkozzon? Csak azért mondom, mert ez jutott eszembe. Nekem meg az jut eszembe, hogy magának ez semmi köze. Ez csak üvöltözni tud. Ennek aztán beszélhetsz, úgy se érsz el vele semmit. Már magamtól is rájöttem. De engem még egyszer fölhúz. Én itt hagyom ezt az egészet. Én ezt az egészet itt hagyom. Nézhet a szemével. Hát szükségem van nekem erre? Van az én uramnak pénze? Könnyű magának, mamika. Könnyű magának. Ezt... Ugyan ne sírj el, ne is törődj az egésszel. Az élet sajnos ilyen. Ezt magától nem vártam volna. Mit nem vártál volna? Hogy ráhagyja, most neki van igaza. Szerinted mit csinálhattam volna? Azelőtt magad nem így viselkedett. Egész más milyen volt. Jó napot. Jó napot, Szonya. Valami baj van. Nem. Úgy elgondolkodott. Sok mindent nem sejt az ember magáról. És másoktól kell megtudnia. Bocsánat. Jó estét kívánok. Jó estét. Tegyen valamit a fejére, mert esik az eső. Nekem az eső nem árt, legalább megnövök egy kicsit. Katarzyna itt van? Katarzyna, itthon van? Mit keres maga ott? Nyitva maradt az ajtajuk, gondoltam bezárom. Csak úgy nyitva volt az ajtó? Tárva nyitva, csöngettem, kopogtam, nem volt itt senki. Gondoltam, magamhoz veszem a kulcsot. Minek az magának? Hogy tudna most másképp bemenni? Mit gondol? Úgy is tudom, hogy összejátszanak. Összejátszom? Falaz neki, mikor idehozza a nőket. Föl se tudom fogni, hogy mivel gyanúsít. Olyan ostoba nem lehet, hogy nem tudja fölfogni. Hogyha azt a nőt megláttam én, akkor magának is látnia kellett. Rohantam utána, de elszaladt. Hát az lehet. De még mindig nem tudom fölfogni, hogy játszom össze a maga férjével. Akkor ne fogja föl. Csak jöjjön el a bíróságra, tanulnak. Eljön? Mit kell tanúsítanom? Hogy ma fölhozta ide azt a nőt. De én semmit se láttam. Szóval visszautasítja? Hogy tanúskodhatnék, ha nem tudok semmiről? Szóval visszautasítja. Természetesen visszautasítom. Nem is vártam más magától. Hogy? Egy olyan nő, aki idegen férfiakat hurcol föl a lakására, nem fog mellettem tanúskodni. Jó estét kívánok. Jó estét. Úgy tudom, ezzel az úrral sincsenek összeházasodva. Vagy talán igen? Remélem, te nem hiszed el, amiket beszél. Mire gondolsz? Te is tudod, hogy csak ostobaságokat hord össze. Akár elhiszem, akár nem. Ő mégis ezt mondja. Terjeszti rólad. Szia!
Szervusztok, megjöttetek? Nagy szóváltás volt odakint. Szervusz, kislányom. Szervusz. Nagyon kevés már az időtök. Hogy kevés az időnk? A 48 órából már kevés van hátra. Biztos, hogy itt van valahol. Egy fél órája, hogy beszéltem vele. Kérdezze meg a röntgennél. Köszönöm. Mit keresne itt a röntgenen? Ott kell ülnie az ambulancián. Igen, itt kéne lenni neki, de kiszaladt valahová. Nem hiszem, hogy megtalálja. Te mit keresel itt? Orvosi vizsgálatra jöttem. Valami bajod van? Nem, nincs. Kiküldetés miatt. Mész hidat építeni? Hosszú időre? Nem hosszú időre. Anyámhoz jöttem, itt dolgozik. Gondolom, emlékszel rá, itt dolgozik. Emlékszem rá. Nem találom sehol, de téged megtaláltalak. Nem lehet véletlen, hogy éppen ma találkoztunk. Mint hogy ugyanabban a kerületben lakunk, ugyanabban a rendelőbe járunk. Tulajdonképpen igazad van. Hát minden jót az útra. Neked is. Isten veled. Gyere haza inkább, hogy ne legyek otthon egyedül. Nem leszel egyedül. Otthon van apa is, meg Mihala is. Na jó, akkor menj, de ne maradj sokáig. Na menjünk! Most nézd meg ezt a példát még egyszer, hogy nincsen még egy megoldása. Én csak ezt az egyet tudom. Én tudok másikat is. Jó estét. Szervusz, drága anyukám. Neked is jó estét. Nem zavarlak benneteket, dolgozzatok csak. Mai adásunkat befejeztük. Minden kedves nézőnknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. 11 óra. Még aludnom kéne. Jó éjszakát. Jó éjt. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Szeretnék tőled bocsánatot kérni. Miért? Azért, amit tegnap mondtam. Természetesen nagyon jól tudom. Tudom, hogy amit a szomszédasszony mesélt, az hazugság. Ideges voltam. Csak azért beszéltem úgy. Ne törődj vele, én is ideges voltam. Főleg attól féltem, hogy Mihala a szememre hányja. Megmondtam neki, hogy azt nem szabad. Azért nem szólt. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Ha akarod, nem kell elmenned. Drága kolléga!
Csillák és kolléganő. Szervusztok! Ha megengeditek, bejelentem, hogy az üzletből eltávozott Skarapeszová kisasszony, és belépett a helyére Rádemcová. Gratulálok, Karin! Köszönöm! Problémák nélkül lezajlott a nászú, csak a vőlegény merült ki halálos. Igen, gratulálok! De csak anyagi szempontból. Szervusz, Zsirzsinka! Jó napot, Pinár Zsová néni! A mennyasszony a kutya baja! Válva sajnos még mindig vár egy magára. Igen, mindenki a helyére. Vezetőkartás, vezetőkartás! Azt terveztem, hogy fölmondok, de úgy fájt maga után a szívem, hogy inkább maradok. Sőt, mi több? Írasson be minden iskolába, ami csak van, hogy növekedjen az értékem, és aztán a fizetésem is. De jó neked. Ne félj, találtam neked vőlegény. Nem hiszed el, fantasztikus üzletet tudok? Ne hülyéskedj. Andulka, tudok ám valamit, örülni fogsz, meglátod. Tudsz valamit, amit én nem tudok? Meg fogsz lepődni. Ki? Ani. Na, fiatalasszony, hogy érzed magad? Mondok valamit, csodálkozni fogsz. Nagyon boldog vagyok. Egy csöppet sem csodálkozom, nekem nagyon megtetszett a férjed. Képzeld, nekem is egyre jobban tetszik. Minden nap jobban. Itt a fiatalasszony. Sok boldogságot. Köszönöm, angyal vagy. Gratulálok. Köszönöm. És legalább 5 gyereket. Úgy megnevelt, hogy már ki nem állhatom azokat az embereket, akik állandóan csak a vagyont kaparják össze. Tudom, hogy nehéz elhinni. De ő annyi különös dologra meg tudott tanítani engem. Sajnálom, hogy én meg csak a szalámit csomagolom. Azért jelentkezett a tanulásra. Jelentkezzek? Nagyon okosnak tartanám. Mi van Frannival? Franni? Ja, Istenem, hol van már a tavalyi hó? A fejlődés mérföldes léptekkel halad előre, a tavaly is rácok már túl gyengécskék nekem. A legnagyobb gondom az, hogy lépést tartsak a mostanival, de még jövőre is. Na jól van, térjünk a lényegre. Megmondom, mit tudok. A volt férjed kikezdett a sógornőmmel. Szóval ez a titok, amit tudsz? Ezt én is tudom. Láttam őket az esküvőn. Az esküvőmön? Akkor kezdődött, de azóta is folytatják. Azóta is? Igen, igen, találkoznak, randevúznak minden nap, állandóan. Tudom, hogy te már fütyülsz a volt férjedre, vagy esetleg még örülsz is neki, de én röhögök a markomba. A sógornőm szörnyeteg. Úgy megtáncolzatja az urat, hogy megnézheti magát. Tessék parancsolni! Szereplők. Jizsina Svorcová, magyar hangja Földesi Margit. Dana Medzsicka, Pápai Erzsi. Jana Bósková, Götz Anna. József Langmiller, Láng József. Péter Hányi Csinyec, Fülöp Zsigmond. Vladimir Mensík, Makai Sándor. Vladimir Hlavati, Tarso Jelemér. Jaromír Hanzlik, Vargaté József. Hanna Maciuchová, Magda Gabi. Marie Motlová, Győri Ilona. Jizsi Hrzán, Felföldi László. Eduard Cupák, Dobránszky Zoltán. Zene Jan Fischer. Fényképezte Jindřich Novotný. A filmet rendezte Jaroslav Dudek. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Magyar szöveg Szeredi Anna. Hangmérnök Bognár Gyula. Rendezőasszisztens Farkas Gábor. Vágó Gáspár Tamara. Gyártásvezető Csáki Vera. Szinkronrendező Vas János.